Magasabb fizetésért és jobb munkakörülményekért tüntettek az egészségügyi dolgozók Bulgáriában hétfőn. A demonstrálók szerint a kórházak nem kereskedelmi központok, és az államnak nem kellene magánintézményeket finanszíroznia. Ellenben azonnal rendeznie kellene az egészségügyi dolgozók bérezését. Biztosítottak minket, hogy a 2020-as éves költségvetési tervezetben legalább plusz 100 millió eurót az egészségügy finanszírozására fordítanak. A mi követelésünk, hogy ebből minimum 70 millió euró a fizetésekre menjen. Követelésükben az szerepel, hogy az ápolók havi minimálbére 460-ról 490 euróra emelkedjen, ami körülbelül 160 ezer forint. A kezdő orvos fizetés pedig havonta 560 és 615 euró között legyen, ami 200 ezer forint körül van. 2020-as költségvetési évben ugyanakkor a plusz forrást biztosítunk az ágazatnak, mint idén, mondta a miniszter. Ezek nem egyszeri kiadások, egész évre tervezük őket. Így segíthetnek a kórházakra fordított pénzeszközök növelésében, illetve a személyzet béreinek emelésében. A miniszter annyit ígért, hogy a 2020-as költségvetés több pénzt fog biztosítani a kórházak számára, ami hatással lesz az egészségügyi dolgozók fizetésére.